Sui Davis Okungbova, a dűnék éneke. Felolvasta Uhrin Tamás. Ne menjetek ki a dűnék közé, figyelmezteti a törzsfőnök is jóva népét. Ne vonjátok magatokra a fütyülő istenek haragját. Szavai nem gátolják meg Natát abban, hogy újra megkíséreljen elmenni. Megvárja az újhold alkalmából összehívott gyűlés végét, majd a piac térre settenkedik. A jellegzetes sivatagi légköri homály ilyenkor reggel különösen erős, és minden csak ván szorog, akár a teknős a homokban. A nap melegen süt, de nincs forróság, mert is jóvá valójában nem a sivatagban van. Legalábbis a szónak nem abban az értelmében, ahogy a vének használják, amikor a régi világ sivatagairól beszélnek. Amikor még nem volt minden csupa dűne. És úgy nyüzsög, akár az alakzatban repülő vérszívók. Mi sem bizonyítja jobban, mint a bambuszból és ruhanyagból kialakított, széles, cikcakos folyósokból álló piactér. Mindenki a lábát kapkodva igyekszik a dolgára, alaposan bebugyolálva, hogy így védjék magukat a szálló porral telített széltől. Ügyet sem vetnek Natára, ahogy máskor sem, aki termetéhez képest indokolatlanul nagy táskát vonszol maga után. Köpenyének ujját többször rá kell csavarnia a karjára, ám a redők folyton lecsúsznak, és ilyenkor meg kell állnia megigazítani őket. Kócos hajának vége már töredezett, a szeme véreres a kialvatlanságtól, ám is jóva ezt nem veszi észre. A fémöntőhöz megy el elsőként. A cserealap jelentős részét különböző háztartási edények és eszközök képezik, amelyekre nem lesz szüksége többé. A férfi szó nélkül átvesz mindent, és cukornáddal fizet. Ami jó is, hisz a szomjoltás az egyik legfontosabb feladat a sivatagban. Következhet anya nagyméretű fémdoboza, amelyel azokat a szerkentyűket készítette a falu számára. Isjóvában már senkinek sincsenek efféle eszközei. Különleges, ódon, a homok előtti időkből való. Ezt az egy tárgyat sikerült megmenteni anya eltűnését követően. Még mindig benne vannak a ma már nem létező tárgyak megmunkálásához és javításához szükséges szerszámok. Amikor leteszi is jóvá legfőbb gyümölcsárusa elé, az hosszan mered rá. El fognak kapni, mondja a férfi. Megint. Talán, mondja Nata. Talán nem. A férfi biccent, majd barna cukrot és aszal gyümölcsöt nyújt át cserébe. A végére hagyja a legértékesebb holmiát. A hóna alá csapja a lapos fát, és elballag a faműveshez, az asszonyhoz, aki segített megkeresni az öreg fát, amelyből anya aztán ezt a karcsó és lapos, parafin viasszal fényesített holmit faragta. A fa ma már igazi ritkaság, de ahogy az anyja mesélte, a homok megjelenésének első napjaiban ez még nem így volt. Most viszont már joggal tarthatta ezt a legértékesebb tulajdonának mind közül. A faműves nem, ám az inasait ott találja, akik tisztességes adag vizet adnak neki egy agyagedényben. Némi alkodozást követően kicsikar még egy kevés kenyeret és néhány pirított termeszt, és csak ekkor adja át az értékes holmit. Még hallja, amikor megtárgyalják, hogyan kellene feldarabolni, hogy még többet nyerhessenek rajta. Nata még emlékszik, amikor sírva kérte anyját, hogy neki is lehessen lapos fája. Olyan, amilyen azokban a könyvekben van, melyeket a vének a dűnék előtti időkből származó erekjék tárházában tartanak, és melyekhez csak ők, a törzsfőnök és a tanítványok férhettek hozzá. Anyának valahogy sikerült ezt az egyet megszereznie. Emlékszik, arról ábrándozott, hogy egyszer, ha csak egyetlen napra is, de kimehet majd a dűnék közé azzal a lapos fával, és lecsúszhat a lejtőn, ahogy azoktól a gyerekektől látta abban a könyvben. De ezzel már elkésett. Ezt az álmot most már valaki más éli majd meg. Nata köszönés nélkül hagyja ott őket. Ha elköszönne, azzal kifejezni a jó kívánságát is jóva felé, már pedig ez esze ágában sincs. Sőt, abban bízik, hogy amint átlépi a bambuszkerítés vonalát, a nap lenyújtja karját, lángra lobbantva a falut mindazért, amit veletett. Amit anyával tett. Reméli, a dűnék egy nap mind egyszerre fütyülnek majd, a végzett diszonáns hangján, homokárral terítve be a falut, akár az óceán. Hogy többé senkinek ne kelljen kiállnia azt a fájdalmat, amit neki. De előbb rá kell bírnia Tashinoguant. Nem Ne menjetek ki a dűnék közé, mondja a törzsfőnök is lakóinak. Az istenek fügyszóval kísérnek át a halálba. És jóvában, holciklusonként egyszer hallani a dűnék fügyszóra emlékeztető énekét. A homok megindul a falu felé, morózus, furuját idéző hang kíséretében. Ez az egyetlen hang, amely nem élőlénytől származik, mégis képes elszorítani a melkasukat. Sivító hang ez, melyet üreges, csőszerű testen áthaladó szélsivítése kísér. A törzsfőnök szerint ez a kóbor lelkek elragadását jelző isteni fügyszó. Amikor egy kóbor lélek a kijelölt határon tóra merészkedik, ahol aztán elragadják a dűnék, mert mindig ez történik, a homok megindul is jóvá felé. A fügy szó figyelmeztetés. Emlékeztető arra, hogy a világot mindent beborító homokkal sújtó büntetés előtti időkben élők nem engedelmeskedtek. A törzsfőnök elmesél egy történetet a régi világ előtti korból, amikor hasonló büntetéssel sújtották a világot. Csak akkor a víz istenei. Is jóvá feladata fenntartani a rendet és létrehozni az új világot. A falu tudja, hogy a törzsfőnöknek igaza van. Hisz, Ishjóva érdekében hordja a keresztet, ahogy a vének köre, az őrszemek és a tanítványok is. Az ő feladatuk kimenni a kerítésen túlra meglelni a válaszokat ők imádkoznak az istenekhez, és kérik őket, hogy állítsák meg a falu felé haladó dűnéket. A kör tagjai időnként különös tárgyakkal térnek vissza, melyeket a homokból ásnak elő. Egy másik korba illő dolgokat, és ezeket mind az erekjék tárházába viszik. A törzsfőnök emlékezteti a falut, hogy ez nem kegy, hanem teher. Hisz aki látta az Istenek arcát, az nem élhet tovább. Amikor a kör tagjai épségben visszatérnek a faluba, az áldás a fityülő Istenek részéről. Isjúvá elfogadja ezt, és a kerítésen belül marad. Hálás marad. De nem Nata anyja ő makacsnak született. Gyakorta mondogatta, hogy nem bölcs dolog hinni az emberek szavának, ami alaposan össze is zavarta Natát. Hisz az anyja is ember. Anya így élte az életét, és Nata tudta, milyen sokszor hagyta figyelmen kívül is jóva előírásait, és szökött át a kerítés túloldalára. Egészen pontosan ötször nem a bambuszkerítés tartja benn a falu népét, mondogatta. Azon könnyű átsúranni, ám az emberek fejébe ültetett szavaknak nagy ereje van. Anya mestere volt a súranásnak. Átsúrant a kerítésen, térens időn, az érzékelés peremén, és is jóvá gyakorta megfeledkezett róla. Elfelejtették, hogy ott van, és hogy Nata is ott van. Rácsodálkoztak, amikor felbukkantak, nem emlékeztek rá, honnan kerültek oda, és nem értették, miért vannak még ott, ahelyett, hogy felkinálták volna őket az isteneknek kiengesztelésül. Notának és anyának könnyű volt eltűnni az emberek emlékezetéből. Kiszorultak a peremre, a falu legszélére, ahol skorpiók tanyáznak, és ahol a mi hasznákon kívül másnak nem kínálnak földet kaiba építéséhez. Nata kezdetben anyát okolta, mondván, Abba hagyhatná a veszekedést a vénekkel, és nem kellene folyton azt hangoztatnia, hogy nincsenek is fütyülő istenek. És az előző civilizációt egy óriási méretű ökológiai katasztrófa tüntette el, homokkal borítva mindent. Azt hajtogatta, hogy virágzó civilizációk élnek a kerítésen túl, és ő megkeresi őket. Hogy az idő forgószele majd odarepíti őt. Mert látta, hogy ez a sorsa. Amikor anya homlokon csókolta őt, mondván ideje indulni, Nata tudta, hogy a falunak igaza van. Anya őrült. Egy forgószél, amely egy másik világba repíti az embereket, ahol nincs homok? Önként kimenni a dűnék közé, hogy aztán elragadjanak az istenek? Nata nem volt hajlandó velemenni. Anya próbálta kényszeríteni őt, és többször is csúnyán hajba kaptak miatta, hogy csak úgy zengett a kis kajiba. Anya azt bizonygatta, hogy ő csak meg akarja óvni őket. Mire Nata emlékeztette, hogy is is meg akarja védeni őket, és épp erre szolgálnak a szabályok. Anya ekkor megértette, hogy Nata sosem lesz készen az útra, ezért álmában betömte a száját, és kezét-lábát összekötözte, majd felhajította egy kordéra. Ám még a kerítésig sem bírta elvonszolni. Eloldozta Natát, aki elszaladta, hogy a lába bírta. Nata visszarohant a kaibához, hogy ott várja meg anyát, hisz az idő forgószele nem létezik nem süvít mágikus homokvihar a dűnék között, hogy megmentse az arra járót. Nata várt. És várt. És várt. Míg fütyölni kezdtek a dűnék. A saját dolgunkkal foglalkozunk, mondja a törzsfőnök is jóvá népének. Azért maradhatunk életben, mert nem lépjük át működési területünk határát. Nata könnyen megtalálja Tasét. Az apró termetű csontos fiú könyöke, akár a doboz éle, besüppedő szeme a tenger vizét is elnyelné. Őt nem az udvaron kell keresni a többiek között, mindig valahol máshol. S egyszer-egyszer mégis felbukkan az udvaron, Igazából akkor sincs jelen. Hiába a törzsfőnök fia, úgy tartják róla, jobb lett volna, ha meg sem születik. Beteges, aki mást sem tesz, csak a gondolataiba mélyedve bámulja az eget. Jobb is, ha folyton csak eltűnik. Nata a romtelepnél találja meg őt ahová azoknak a falusiaknak a régi, lerombolt kaibái dobják félre, akiket elcsábított a dűnék éneke. Anya legjobb szerszámai is ott vannak valahol. A szerszámok és egyéb eszközök, melyeket az előző világból mentett meg, s melyeket nem volt hajlandó átengedni a vének felügyelete alatt álló erekék tárházának. Ott volt minden, a kaibájuk maradványaival együtt, amit azért törtek ripityára, hogy ne építhessék újra. Fel is gyújtották volna, csak hogy ebben az új korban túl veszélyes tüzet rakni a falu határain belül. Tasé ott gubbaszt a romhalmaz közepén, egy vaskos törmelék darabon. A lába szúgykos, kezében palatáblát tart, és fehér színű köldarabbal firkálgat rá valamit. A törzsfőnök egyetlen fiaként már a születése előtt eldölt, hogy tanítvány lesz belőle. Megkapja az esélyt, hogy Isiuva reménysége váljék belőle. Rengeteg időt tölt a vénekkel, az Isiuva nyelvét és beszédét leíró különös írásjeleket gyakorolva, de alig tölt időt az őrszemekkel vagy az udvari csoporttal többnyire magában gyakorol. Nata lassan közelít felé. A fiú felnéz rá. Eljössz velem? Kérdi Nata. A fiú abba hagyja az írást, a szemgolyói ide-oda pattognak a szemködrében. Hova? Megkeresem anyát. A fiú kivár és ír valamit a palatáblára. A tiédet? Igen. Feleli Nata. A fiú ismét kivár. Az enyémet is? Most Nata hallgat. Mindenki ismeri a tási anyjáról, a törzsfőnök első feleségéről szóló történeteket. A falu szerint ő is kóbor lélek volt, őrült akár csak Nata anyja, aki folyton arról beszélt, hogy elmegy egy másik helyre. A falu szerint a törzsfőnök jól tette, amikor elengedte, hogy Isiuva felajálja őt a dűnékben lakozó isteneknek, hogy haragos leheletükkel mondjanak, ítéletet felette. Talán, feleli Nata. A fiú ír még valamit a táblára, majd letesz a kezéből mindent, és felállva leporolja magát. Rendben, mondja. Nata mindig is tudta, hogy ennyire könnyen megy majd, ha eljön az idő. Tasi sosem tartozott ide igazán. Mindig is valahol máshol élt, ám Isiúva ezt nem vette észre. Egyszer Nata megkérdezte a fiútól, hogy miért csak az írás gyakorolja. Mire azt felelte, szüksége lesz rá, ha elmegy innen. Nata ekkor döbbent rá, hogy a fiú olyan, mint anya, és mint a saját anyja. Tudod, hol találsz meg? Mondja Nata. Alkonyat után gyere, amikor az őrszemek már részegek, és ne szólj senkinek. Alkonyatkor? kérdi a fiú. Ma holdnap van, ma fütyül a homok. Igen, mondja Nata. Pontosan. Aki elmegy, az már az Isteneké, mondja a törzsfőnök is Júva népének. Nem térhet vissza. Az első alkalommal Nata nem jutott messzire. Nem talált mást, csak homokot. Barmerre indult, erősen tűzött rá a nap, és csak este felé vetettek rá árnyékot a dűnék. Itt-ott talált néhány szikkat emberi és állati csontvázat, és egy pár sosem látott erekjét, melyeket kimentett a homokból. Elfogyott a vize, és nem találta meg anyát. A tetemét sem. Nem jött forgószél, hogy felkapja és elrepítse hozzá. Az őrszemek találtak rá, amikor visszatért a kerítéshez. Lecsaptak rá csillogott a homlokuk a köpeny alatt, hosszúkás, ráncos arcuk nem árult el érzelmeket. Egy szót se szóltak, de mit is mondhattak volna, a szabály nem szorult magyarázatra. Az őszemek tették, amit tenniük kellett, és ünnepélyesen körbevitték Natát az erre a célra készített, faragott, szertartásos hordágyon hogy áldozatként ajánlják fel őt, amiért úgy döntött, hogy a halálba, az Istenek torkába vezető utat választja. És jóvá lakói előbújtak otthonaikból, hogy nyájként kövessék az őrszemeket, szomorúan csóválva a fejüket, s közben, mutogatva, összesúgtak. A kezüket nyújtották, hogy megérinthessék Natát, szánalomból, vagy tán együttérzésből. Azt kérdezve, miért? Az őrszemek félrelőgték a kezüket. Ők újra kinyújtották. A törzsfőnök kunyhója a saját udvarán áll a falu közepén. Ez a legnagyobb háza faluban, és az egyetlen, amelynek van előszobája. Ott tették le natát a férfi elé. És jóvá lakói mind odagyűltek. A törzsfőnök a többi férfihoz hasonlóan kisé puhos, és állandó ráncok barázdálják a homlokát. Úgy öltözködik, ahogy a többiek. Ugyanolyan köpenyt hord. Az egyetlen különbséget a törékeny gyöngyszemekből szőtt fejfedő jelenti, amely törzsfőnökről törzsfőnökre száll. A döntés gyors és egyértelmű. A hagyomány szerint a lányt nem lehet visszaengedni a faluba, különben magukra haragítják az isteneket, és a tűnék megrohanják a falut. Felszerelés nélkül kell őt visszaküldeni, még köpeny sem vihet magával, hogy könnyedén, erőködés nélkül kebelezhessék be a tátott szájú dűne istenek. Ezzel biztosíthatják, hogy a hosszú holciklusok kemény munkájával kialakított közösségi rend ne kerüljön veszélybe egyetlen falu lakó önző viselkedése miatt. Az Istenek megértik. Meg különben is szívességet tesznek, hisz a lány akarta elhagyni a falut. Tasé azonban mindent megváltoztatott. A szertartás kellős közepén, fittyet hányva az ítékezés folyamatára, odalépett a lányhoz, és letérdelt mellé, az előszoba közepére kirakott, homokban talált tárgyak elé. A fiú akkor még fiatalabb volt és kisebb. Megérintette a lány haját, és mosolygott. Megsimogatta a fürtjeit. Kenyér darabot szorongatott a kezében a háta mögött, amit most odaadott a lánynak. Nata elfogadta, és beleharapott. Isiuva és népe lélegzett visszafolytva várta a fejleményeket. Tásé nem találta a hangot senkivel, hiába igyekezett az apja. Még a nevelői sem tudták rávenni semmire. Magának való fiú volt, és az apja már beletörődött, hogy magányosan fog meghalni. Tasi kilátástalan jövő elé nézett egy olyan világban, melyben a közösség összetartó ereje és a szigorú rend jelentette a túlélés zálogát. A Tasihoz hasonlóknak nincs helye egy ilyen világban, ám a törzsfőnök még nem mondott le róla. Még élt a remény a fiával kapcsolatban, ami most újra lángra robbant. A törzsfőnök a torkát megköszörülve elzárást kért Nátának, és egészen másnapig bent is tartották. Amiből a lány tudta, hogy nem fogják őt elzavarni a faluból. A szökevényeket nem szokták bezárni. A büntetés mindig ugyanaz, és a gyűlés végén mindig azonnal kihirdetik. Az őrszemek kinyitják a kaput, és kiterelik az elítéltet a bambusz kerítésen tóra. Hiába óbégatnak és jajveszékelnek, a kapu zárva marad előttük, s választás hián messze barangolnak, ahonnan a szél visszafújja segélykérő hangjukat a faluba. És amikor felharsan a dűneistenek fütyülő hangja, a sikoly ráforra torkukra, és újra csend a vidékre, és is jóva újra biztonságban lehet. Másnap a falu elé vitték Natát. Még hasznát vehetik, mondta a törzsfőnök. Kár volna csak úgy megszabadulni tőle, hisz nem volt önmaga, amikor útra kelt. Csak az anyja rossz példáját követte. A kör majd imádkozik érte a következő útja során, ő pedig közösségi munkával vezekel a tettéért. A szolgálata pedig abból áll majd, hogy tásé mellé szegődve segíti őt a jobb beilleszkedésben, hogy hatékonyabban felkészülhessen jövőbeni szerepére. A falu összesúgott és egy emberként bólogatott. Dícsérték a törzsfőnököt a bölcsességéért, az éles látásáért és a jóságáért. Nata ebből biztosan tudta, hogy anyának végül is igaza volt. Az istenek nem a dűnék alatt lakoznak, hanem az emberek fejébe ültetett szavakban. Ekkor elhatározta, hogy újból megszökik a faluból. A falusiak szétszélettek, a vének pedig a tárházba vitték az elkobzott erekéket. Tasi letérdelt Nata mellé a porba, és olyan közel hajolt hozzá, hogy kis hián összeért az orruk, és szaporán kapkodta a levegőt. – Te is érezted? – kérdezte a fiú suttogva. – Érezted odakint? – Ez az erő illata? – Hajnalban indulnak, kéz a kézben, egy ritmusra zakatoló szívvel. Az őrszemek nehezebben szúrják ki őket a sötétben, amikor elmosódnak az alakok, és csupán a távoli homokdűnék árnyékosájlik fel a homokban. Nem visznek magukkal fényforrást, nata emlékei alapján tájékozódnak, magukkal cipelve a lány által összegyűjtött ételt és ivóvizet. Vékonyabb köpenyt vettek, hogy gyorsabban haladhassanak. Ám Tasé foga vacogni kezd az éjszakai hidegben. Mindenhol homok és por, ameddig csak a szem ellát. Az egyetlen útításuk a süvítő szél, meg a lapos és magas hátú dűnék. A legnagyobb dombok, melyek maguk alá temették az isjóvá előtti letűnt kor romjait, árnyakként bontakoznak ki a folyamatosan gyérülő, távoli, vöröses derengés előterében. Az alacsonyabb dűnékre sem másznak fel, nehogy észrevegyék őket a távolból. Hűvösnek érzik a homokot a talpuk alatt, és mély nyomokat hagynak benne. Nata tisztában van vele, hogy pirkadatkor könnyedén utolérhetik őket, ha meghajtják egy kicsit a falu egyetlen tevéjét, vagy utánuk küldik a legfürgébb lábú őrszemeket. Tasé többnyire hallgat. A natánál alig fiatalabb fiú viselkedése alaposan rácáfol a korára. Nata ugyanazt mondja neki, amit még az anyjától hallott, és amit akkor nem hittel, most viszont már igen. Te magad is Isten vagy. Te magad is egy dűne vagy, és a dűne nem kebelezi be önmagát. Ne hagyd, hogy isjúva mást állítson. Nata a fiút nézi, aki szorosan összevonja magán a köpenyt, és előre mered, a látóhatár peremén felsejlő hullámzó formákat bámulva. A törzsfőnök nem tudja, hogy a büntetéssel, teret adott a lánynak, hogy szárnyaljon. Azért rendelték Tasé mellé, mert ő az egyetlen, aki érti, hogy a fiú miért olyan, amilyen. Mert azok a kérdések kavarognak benne, amikkel a fiút nyaggatják. Mindketten a falu folytonos duruzsolását hallgatva nőttek fel, azt találgatva, hogy ők vajon épeszőek-e, vagy ugyanolyan zavarodottak, mint az anyjuk. A kétely feszes csomóvá húzódott össze a bensőjükben, melyet csak úgy bogozhatnak ki, ha elmennek a faluból. Mindig is úgy vélték, hogy egy nap megtalálják az asszonyokat, akik életet adtak nekik, és fellobbantották bennük a szabadság kiolthatatlan lángját. Hogy? csak így lelhetnek valódi otthonra. Egyenes vonalban haladnak a dűnék felé, egyre jobban eltávolodva és jóvától. Úgy tűnik, nem követik őket, ami jó jel. Nata bízik benne, hogy még hajnal előtt elérik az első dűnét, hogy az árnyékában vészelhessék át a delelő napot. Ám csak addig taposhatják a homokot, míg a lábuk bírja. A hullámzó körvonalak még mindig messze vannak, és bár Nata nem tudja megállapítani, hogy mennyire, is jóvától már eltávolodtak annyira, hogy pihenhessenek egy keveset. Van kenyerük és pirított termeszük. Nata engedi, hogy Tásé megigya a napi vízadagját, miközben ő a cukornád mellett dönt. Csámcsogás közben azon morfondírozik, hogy mit mondjon anyának, amikor rátalál. Annyira lekötötte a szökés előkészítése, hogy bele sem gondolt, hogy talán nem is lesz olyan örömteli a viszontlátás. Hogy talán nem lesz képes megbocsájtani neki, amiért elhagyta őt, és nem tett meg minden tőle telhetőt, hogy visszamenjen érte. Nem áll még készen anya magyarázatára, és talán ezért kereste a módját, hogy magával hozhassa tásét. Talán csak erőlteti azt, aminek nem kellene megtörténnie. Mennünk kéne. Mondja Tassi. Nata a hátán fekszik a homokban. Nem kell. Majd idejön. A fiú a homlokát ráncolja. Nata észreveszi, ezért hozzáteszi. A süvöltő forgó Ez okozza a dűnék fütyülő hangját. Anya a lehetőségek szelének nevezte, ami csak akkor jön el, ha felfeded magad. A fiú a hátán fekszik Nata mellett, tetőtől talpig bebugyolálva, egyé válva a homokkal. Kisvártatva elalszanak, és Nata anyáról álmodik, aki nem ismeri fel őt. Egyszer felriad, és attól kezdve ébren fekszik tovább, felidézve anya történeteit a szérről, az öt alkalomról, amikor kiszökött a kerítésen túlra, majd visszalopakodott a faluba. És arról, amit látott. Azt mondta, ez a felszabadulás szele, a visszatérésé egy olyan korba, ahol bár ugyanúgy gúzsba kötötték a nyelvét és irányították a testét, legalább a sajátja volt. Nem is jóváé. Bármi legyen is ez a hely az időben, anya visszatalált oda. Erről Nata meg volt győződve. Csak hogy onnan már nem tudott visszajönni érte, ahogy ígérte. Most megkeresi azt a fütyülő hangot, és ő is fütyülni fogja. Az emberek elpusztítják azt, amit nem értenek, mondogatta anya. A nyelvükkel nyúzzák meg, ha a kezük bilincsben. Az őrszemek nem érik utol Natát időben. Már felhangzik a dűne éneke. Már majdnem véget ér az éjszaka, amikor a forgószél jeltad magáról. Távoli, panaszos hang hirdeti öttét, Mély, torokhangú sirám, Pompás kísérőzenéje a közeledő fákja fénynek És lábdabogásnak. Egyenesen arra a helyre tartanak, Ahol a két vándor a fáradtságnak engedve Végül tábort vert. A törzsfőnök is elkísérte az őrszemeket a köpenye sötét árnyékába olvadó arcát, épp hogy csak megvilágítja a fákják fénye, és komor ábrázata hülyen tükrözi háborgó érzelmeit. Nem kell szavakba önteni a gondolatait. Ezúttal nincs irgalom. Vigyétek őket! Csak ennyit mond. Fuvallat érkezik, homokszá minden irányban, a fákják fénye imbolyog a hajna a közelettét jelző szélben, majd minden elcsendesedik. Nata az egyik oldalon, lesújtottan, Tasi a másikon, csüggetten. A törzsfőnök kihúzza magát, és a fiú felé fordul. Hatalmas pofont keverleneki, neki, amely az arca közepén csattant. Porcok recsenését hallani. Ajály fel engem! mondja Tásé. Hangja kezdetben határozott, bár beszédét eltorzítja a szájába toluló vér, takony és nyál. Ojáj fel, hogy véget érjen ez a rémálom mindkettőnk számára! A hosszú csendben csak a porfellegi összeálló homok sercegését hallani. A forgószél, Kezd látható alakot ölteni, erőt gyűjt. Vihar a viharban. Egy ágaskodó, fekete szellem alak a lenyugvóban levő nap által narancsra festett horizont előterében. Nem, feleli a törzsfőnök a közeledő felleget nézve. Nem. És ekkor, miközben mindenki mással van elfoglalva, és rá senki sem figyel, Natá előtt nyílik egy esély. Megiramodik. Túl gyorsan, hogy az őrszemek utána nyúlva elkaphassák. Túl sebesen, hogy a laza homokban üldözőbe vehessék. Apró lábakon suhan. Egy lépés, majd öt, és már is túl messze jár. Az utána nyúló hangok átkocsornak a fejére, őrültnek nevezik. Önzőnek, aki veszélybe sodorja és De ő nem figyel a hangokra, csak azt a káprázatos fényt látja maga előtt. Életében először a saját szemével látja a förgeteget, és nem anya történetein keresztül. A törzsfőnök joggal nevezi a vihart, az Istenek leheletének. Szikrázó villámoktól izik a belseje, A vihar mélyén örvénylő forgószél közepén. Mozgása, akár a haragos felhőké. Most már fülsüketítően ordít, Közvetlen közelről, Mintha egy hatalmas tátot száj volna. A homok sziszegő hangja követi, Akár egy soha véget nem érő szó, egy hatalmas fügykoncert. Kígyók szimfóniája. Csodálatos. Nata megáll közvetlenül a vihar előtt, majd megfordul. A fényből és homokból álló fal ott tornyosul a háta mögött. A törzsfőnök és az őrszemek nem üldözik tovább, távol tartják magukat a vihartól tasét két őrszem fogja közre. Olyan messziről nem láthatja az arcukat, ám a fákják imbolygó fénye meg-megvilágítja őket, és a testtartásuk mindennél beszédesebb. Ő egy semmire kellő, aki lerombolta mindazt a jót, amit is jóvá felépített. Igen, gondolja Nata. Igen. De ott van Tasé. Nata tesz feléje egy lépést. Kettőt. Reméli, hogy ő megérti. Még egyet lép előre felé. Közeledik a szél a háta mögött, és ő lép még egyet, egy kis haladékhoz jutva. Emlékezteti magát, hogy többre képes ennél, hogy jobb lehet ennél. Az anyja megpróbálta, de ő még nála is keményebben próbálkozhat. Kérlek, kérlek, gondolja a fiút nézve, aki mozdulatlanul áll az őrszemek között. Kérlek! És ekkor, mintha csak hallaná a lány gondolatát, abban a pillanatban, Amint Nata tarkóján bizseregni kezdenek a szőrszálak, a közeledő vihar belsejében szikrázó erő hatására, Tasé megmozdul. Kislisszan az őrszemek markából, és megiramodik, azok pedig túlkábák a körülöttük zajló eseményektől, hogy cselekedjenek. Tasé a kabátját levetve rohan tovább a homokban, fekete bőre beleolvatta az éjszaka sötétjébe. Apja, a törzsfőnök követi őt, óbégatva, a nevét kiáltva, és az őrszemek imbolygó fákja fénye kíséri őt. Igen, gondolja Nata. Igen. Az idő, az istenek, a lehetőségek és a szabadság forgószele ekkor Nata fölé hajol és magához öleli őt homokkal telik meg a szeme, a szája, az orra és a füle. Enyhén bizsereg a bőre, és elemelkedik a talajtól. Azért még kinyújtja a karját. Egy örökké valóságnak tűnik, távoli eseménynek, de egy homokszemektől érdes kéz megfogja az övét. Húzni kezdi azt a kezet. Maga felé, az anyák felé, akiknek korábban volt merszük elmenni, a jövő felé, az erő felé. Együtt emelkednek. Tudja, hogy így van, mert érzi az ellenállást. Átadja magát a szélnek, és csak szállnak, és szállnak elveszítve az idő és térbeli érzékelésüket. Egyszerre válnak semmivé és mindenné. Az Istenek leheletének belsejében bármi lehetséges, amely most már az ő leheletük. Nem tudják, hová repíti őket, de egy valamiben biztosak lehetnek. A nyelvük, a testük, és a szívük csak a sajátjuk. Vége. Vitális szabolcs fordítása.